Szívvel, lélekkel készítették idén is azokat a finomságokat, melyeket a 12. süteménysütőversenyen tálaltak fel a résztvevők. A Hírus Hét Fesztiválon megrendezett eseményen sós és édes süteményeket készíthettek lányok, asszonyok és urak egyaránt. Az egyetlen kikötés csak a készítőkre vonatkozott, hiszen profi cukrászok nem vehettek részt az eseményen. A házi süteményeket több tagú zsűri kóstolta végig, köztük Fodor István cukrászmester is. A házi süteményeknek a készítése az mindig nagy öröm, hogyha azokat kell nekem értékelni, mert a házi süteményekben mindig benne van a szeretet és az ismeretség a szívesen elkészített készítményeknek az öröme. A vetélkedő mézes, apró, krémes és gyümölcsös sütemények kategóriájában indulhattak a versenyzők, melyekben arany, ezüst és bronz minősítést osztottak ki. Volt azonban kiemelt díj is, mellyel a diós és mákos kalácsok, piték, ahogyan nagyanyáink sütötték, kategóriában résztvevőket díjazták. A közönség és a külön díjas versenyzők ajándékutalványt kaptak, két résztvevő pedig a Kecskeméti Médiacentrum ajándékcsomagjait nyerte el.